Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Amint látjátok a videó címében, most egy hatalmas sihines rendelést szeretnék nektek megmutatni. Vannak benne ruhás dolgok, vannak benne karácsonyi ilyen kiegészítős, dekoros apróságok, illetve adventi naptárokhoz is vásároltam egy-egy kis műtyürkét, és arra gondoltam, hogy akkor ezt így egy különálló videóban megmutatom nektek, mert hogy azért külföldről, főleg ilyen nagyon népszerű kínai oldalakról rendelni, főleg ebben az időszakban azért nem a legnagyobb garancia, úgyhogy gondoltam, hogy hát ha még így talán belefér, hogyha találtok közötte egy-egy olyasmit, amit szeretnétek beszerezni. Én megmondom őszintén, a Shein kiszállításával őszintén elégedett vagyok, és még soha nem csalódtam benne, nem történt olyan, hogy eltűnik a csomag, vagy bármilyenhez hasonló, és mindig azt kaptam, amit rendeltem, úgyhogy remélhetőleg, hogyha esetleg közületek valakinek valami innen megtetszene, hasonlóan pozitívan fog az itt lévő dolgokról vélekedni. Azért az fontos, hogy megemlítsem, hogy senki ne gondolja azt, hogyha esetleg hasonló termékeket idehaza vásárolna, azok valami különlegesebb, szuperabb kínai gyárból érkeznének. Itt a viszonteladót kerülitek ki, mert hogy rengeteg olyasmi lesz itt a rendelésben, amit idehaza is meg lehet venni, csak a sokszorosáért. Úgyhogy megmondom őszintén, én már ezekre a negatív véleményekre nem is igazán szoktam válaszolni. Mindenki el tudja saját magának, főleg fölnőtt emberként dönteni, hogy esetleg szeretne innen rendelni, honnan szeretne rendelni, mit szeretne rendelni. Én annyit tudok nektek segíteni, hogy az adott termékekről beszámolok, elmondom, hogy mi a véleményem, a tapasztalatom, illetve még annyit hozzá tudok tenni, hogy esetlegesen megmondom, hogy mennyibe kerül, és hogy mire fogom használni. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek. Meg is mutatom egyébként, hogy miről van szó, majd egy picit így hátrébb gurulok. Egy ilyen hatalmas kosárba beleraktam a dolgokat, viszont nincsenek szétválogatva, úgyhogy mindjárt szétszedegetem valamilyen formában őket, hogy azért téma szerint tudjunk most haladni, mert szerintem úgy sokkal könnyebben és átláthatóbban fogjátok az ajándékokat, vagy a dekorokat és a hasonló dolgokat ugye látni, és esetlegesen, hogyha van olyasmi, ami tetszik, akkor könnyebben fel tudjátok venni az információkat, úgy gondolom. Úgyhogy egy pillanat, mindjárt igyekszem egy bizonyos témát összeszedni, és akkor azokra fókuszálva szépen haladni ebben a hatalmas apróság áradatban. Remélhetőleg azért sikerül nektek ezt így normál időkereten belül megmutatni. Hogyha lesznek olyasmik, amiket érdemesebb közelebbről megmutatni, természetesen levideózom nektek úgy is, hogy meg tudjátok nézni, vagy pedig, hogyha olyasmi, hogy ruha, vagy valami kütyű, amit meg kellene mutatni működés közben, akkor azt is megpróbálom beiktatni, és akkor egyúttal ezt is megmutatni, hogyha esetleg tényleg valakinek valami nagyon tetszene, akkor hát a segít ez is. Úgyhogy mindjárt jövök, és akkor mutatom az első összeválogatott szekciómat. Arra gondoltam, hogy akkor az első az legyen a glow mód. Mindjárt berakom azért a töbletet, hogy könnyebben meg tudjam mutatni. Bocsánat, hogy a picit hangosak az acskók. Nem tudom, mennyire ismeritek a Shein-en megtalálható Glow Mod márkán, de évek óta többször ajánlottam nektek fantasztikus minőségű, hát főleg ilyen szabadidős, illetve edző ruhák és kiegészítők vannak náluk. Már rengeteg mindent próbáltam tőlük, és nagyon gyönyörűen szoktak egyébként pluszban csomagolni, és nagyon szeretem, tényleg jó minőségű, szépen eldolgozott. Mondjuk az áruk az így Shein viszonylatban kifejezetten borsosnak számít, majd megemlítem, mi mennyibe került. Az ebben lévő két termék ilyen szépen be van még úgy pluszban csomagolva, ezért is nagyon szeretem, mert hogy olyan kicsit különlegesebb hatást kelt így ez az egész csomag. És akkor ilyen kis csomagoló papír, amin van egy ilyen matrica, amit át tudtok tépni, és ebben egyébként ilyen sporthoz használatos, jó netszívó képességű törölközők vannak. Egyébként ez kiváló ilyen adventi ajándék tud lenni olyanok számára, akik edzenek. Kicsi, össze lehet hajtani, van neki egy ilyen kis patentos akasztója, fel tudjátok akár a táskára, vagy bárhová csippenteni, és
ilyen hosszúkás méretű, hát pont ideális egyébként így sportoláshoz, ugye zumbára, vagy akár én teniszre tudom magammal vinni. Ugye ebben kettő volt, az egyik ez a szürke, másik pedig ez a lila árnyalatú, mivel hogy most egy kicsit későre jár, így a színek, illetve a felvétel minősége nem olyan kimagasló, de sajnos holnap én már nem érek rá ezt a videót rögzíteni számotokra, és túl sokat pedig nem akartam várni ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezzel kell beérnünk. Ez, hogyha minden igaz, akkor 5 vagy 6 euróba került, úgyhogy ahhoz képest szerintem egyáltalán nem rossz. Nem tudom, mit fogtok látni így a videóban, mert próbálok közelebb jönni, mert mindig inkább az arcomra akar fókuszálni, de nagyon szép az eldolgozása. Egy kicsit ilyen mikroszálas jellegű tapintása van, majd itt van az anyag összetétel, hogyha fókuszált, hogyha nem, akkor egyébként azt írja, 85% poliészter és 15% polimide, vagy mid, nem tudom. A lényeg, hogy kellemes, nem tudom, hogy mennyire fogja a szívó képességét beváltani, de a vélemények alapján nagyon tetszett az embereknek. Én egyébként ezeket a tasokat is újra szoktam használni, néha, hogyha vásárolnak tőlem Vintiden, akkor ebbe szoktam becsomagolni a motyókat. Rá is térhetünk a következő glow-módos szekcióra. Megmondom őszintén, én már igazából sínen, ruhatéren, főleg innen veszek, hogyha veszek valamit, mert hogy ebben még soha nem csalódtam. Mindennel elégedett voltam. Nagyon szuper a minősége, és jó a kialakítása. Nem vékony az anyag. Így néz neki a következő termékünk. Egyszerűen át lehet rajta szakítani, ahogy mondtam. Ebben úgy látom, még egy ilyen kis extra rögzítő karton is van. Ez egyébként egy ilyen nadrág. Ó, még egy ilyen kis zsírpapírt is kaptunk. Ez egy ilyen nadrágocska, aminek ilyen zsebes része is van itt elől. Hát szerintem így önmagában túl sokat ebből lehet, nem fogtok látni, de ilyen trapézosabb lába van, és jó vastag anyaga van a derekánál, úgyhogy ilyen leszorító hatása is van szerintem. Ezt egyrészt lehet sportoláshoz is használni, viszont ez nem kifejezetten erre a célra van náluk árusítva, hanem inkább ilyen kinti, szabadidős dolog, és ennek egy ilyen enyhe, pihe-puha belső, hát nem is tudom, nem bélése, de vastagabb belül az anyag, nem olyan, mint egy egyszerű cicanadrág. Úgyhogy ezen valószínűleg sem a fehér nemű, sem hasonló dolog nem fog annyira átütni, hát legalábbis remélem. Úgyhogy ezt ilyen hétköznapi, kinti, vagy akár itthoni szaladjálós nadrágnak gondoltam. Hátul pedig egyébként ilyen nagyon furcsa, így a fenék kialakítása, mert egy kicsit szívecske formát mutat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Egyébként ennek a külső tapintása nem pontosan azonos azzal a fajta leggings nadrággal, amit én nagyon-nagyon szeretek, de ugye nem is ugyanannak volt hirdetve, úgyhogy remélhetőleg ezzel is elégedett leszek, és nem fog különösképpen bolyholódni így a lába között, mert hát akkor szomorú lennék, mert azt hiszem 30 euróba került az a nadrág. A következő, ó, hát ez a kedvencem, szerintem ezt imádni fogjátok, legalábbis én imádom. Ezt lehet fel is veszem. Ezt már megnéztem, mert emiatt voltam a legizgatottabb. Ezt már kibontottam, de nyissuk ki újra. Így néz ki. Ez is ilyen 30 euró körül mozgott. Többféle színben, sőt, ez rengeteg színben elérhető. Ez egy ilyen kapuszni is burgundi színű, itt a kezénél van egy ilyen kis lyukacska, amin így ki lehet bújtatni az ujjatokat, és elől pedig van neki, tudjátok, ez a kis kenguru zseb, hát ez valami hihetetlenül puha. Egyébként XL-es méret, és ilyen oversize feelingje van, nekem nagyon-nagyon tetszett, mindjárt belebújok, lehet, hogy érdetlen, hogy én fogok kinézni, főleg ennek a ruhának a tetejére, és lehet, hogy ilyen kicsit gyűrötten fog mutatni alatta, de hát a lényeg, hogy meg tudjuk nézni, mindjárt bebújok. Látod, hogy felvételen egy kicsit kiégett az árnyalata, mert mégiscsak a lámpa alatt ülök, és itt próbálok meg videózni, de ennek az anyaga valami hihetetlenül puha, ilyen modál anyagból van, és ez is ilyen szabadidő, akár edzéshez használatos, és nagyon-nagyon aranyos. Egyébként ilyen Lululemon utánzat szeretne lenni ez a márka ilyen stílusügyileg, illetve hogy mihez készülnek. Aki esetleg ismeri ezt a márkát, lehet, hogy vél valamit felfedezni ezekben a nadrágokban, illetve ebben a felsőben, majd hogy nem megszólalásig hasonló az övék is ugye kinézetre, illetve olyan színügyileg, meg olyan minimalista kis kinézetében. Úgyhogy én ezzel nagyon-nagyon elégedett vagyok, hatalmas nagy kapuszni van hozzá, de mindjárt leveszem, mert kicsit ilyen furán hat alatta a ruha, de megmondom őszintén, ezt imádom, úgyhogy alig várom, hogy mosás után ezt fel tudjam venni. Egyébként ilyen
bordós árnyalata van, nem túl vastag, inkább tényleg így kinti őszi sétára, alatta azért egy akár egy ilyen hosszú ujjú testhez álló felsővel, vagy valami vastagabb ugye pólóval tudnám elképzelni. Sporthoz szerintem egy kicsit bő, tehát hogy így nem biztos, hogy ebben érezném a legkényelmesebben magamat, de ilyen hétköznapi otthoni ruhának szerintem nagyon-nagyon cuki, úgyhogy ezt imádom, és a színe is egyébként élőben ilyen vörösbor színű, marun, vagy valami hasonló neve volt az oldalon, vagy burgundi, valami ilyesmi, de vagy legalább 15 színben elérhet, úgyhogy ha tetszik, nézzétek meg, mert szerintem nagyon-nagyon szuper. Na, elő is bújtam a ruhából, így azért jobban működik a felvétel, hogy világosabb a ruhám, ahhoz választottam. Bár így lehet, hogy kicsit ilyen hullaszínen van, pedig igyekeztem még sminket is rittyenteni magamra. Az, hogy miért csillog mindig ilyen extrán az arcom, én nem tudom, lehet, hogy zsíros. Hát nem tudom, gyerekek. A lényeg, hogy ez valami csúcs, majd megpróbálom a többi ruhával a tükörben úgy felvenni, hogy meg tudjátok nézni. Egyébként van egy hasonló nadrágom már tőlük, hasonló színű. Azt így kifejezetten nem szoktam felvenni, hogy így sportra igen, de így az utcára nem, mert ott azért átlátszik a fehér neműnek ugye a csíkos kis széle meg hasonlók, viszont itthon valami elképesztően kényelmes, tehát zumbán sem különösebben zavar, de a feketéket úgy jobban szeretem a kinti viseletre, látni is fogjátok, mert hogy itt van még egy darab leggings, kifogytam minden kinti nadrágból, és megmondom őszintén, elmentem a C&A-ba, illetve rendeltem a H&M-től is farmer nadrágot, de mindegyik borzasztó volt, olyan hosszú lábuk van, hogy combban, fenékben, derékban szuper, akkor ekkora hossza van még plusz van a nadrágnak, és azért 15-6 ezer forintért nincs kedvem levágni, és minden farmeromnak ilyen kitépet aljú dolgot varázsolni, úgyhogy úgy voltam bele, hogy ezeket én szeretem. Kényelmesek, szerintem csinik, aranyosak, főleg ezek a kis trapézlábúak, meg amire nekem kell, arra az tökéletesen megfelel. Van néhány farmerom, nem életem legszebb darabjai, de azokat pedig össze tudom ugye bakancsal, meg hasonló dolgokkal kombinálni, úgyhogy tökéletes lesz. És akkor itt van a másik nadrág. Ez viszont egy ilyen bővebb, ilyen egyenesebb szabású nadrág, elvileg. Kicsit szélesedik, de nem úgy, mint a másik. Tehát most jól megmagyaráztam nektek. És ennek is van egy jó kis mély zsebecskéje. Ez egy kicsit azt hiszem combig tapad, és akkor onnan egy kicsit lezserebb. De megmondom őszintén, most így a kettőt nem annyira tudom megkülönböztetni. A lényeg, hogy ez is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy majd felveszem, megmutatom. Ez viszont már abból a leggings anyagból van, amit én szeretek, és nagyon-nagyon imádok. Úgyhogy remélhetőleg jól fog mutatni a kis bordó felsővel, illetve majd a kis fehér jegesmedve kabátommal, ezek az elképzeléseim, illetve az új cipőmmel, amit néhány hónappal ezelőtt vettem, azóta is imádom ezt a Skechers, mutattam nektek, szerintem szuper. Az utolsó dolog, ami innen a Glowmode-ból van, illetve a ruha szekciót ezennel akkor le is zártuk, az egy hajpánt. Ez így sportoláshoz való, de hát arra használja az ember, amire csak szeretné, akár sminklemosásra is, mert hogy 4-5 euróba került, szintén rajta van a kis glowmódos logójuk, nagyon-nagyon jó, ugyanabból az anyagból van, mint a leggings, nekem nagyon-nagyon tetszik ez az anyagtípus, és én egyébként többféle céllal vettem, hát egyrészt azért, hogy sportra tudjam vinni, mert nem szeretem, hogyha a frufrum, vagy a kis előkém nagyon-nagyon vizes lesz, mert utána nagyon csúnyán szárad meg, és gondoltam, hogy akkor az egész hajamat hátrafogatom akkor is, hogyha úgy nézek ki, mint egy hold, mert mégiscsak hasznosabb számomra. Másrészt pedig a VR headsetet, amiben néha napján szoktunk játszani, filmezni, meg mindenféle dolgokat csinálni, ott nagyon zavar, hogyha felveszem a headsetet, és ezek a kis frufrukák így beleállnak a szemembe, mert akkor nagyon homályosan lehet tőlük látni. Viszont csatokat sem tudok odarakni, mert lelöki igazából így a fejemről, és gondoltam, hogy ezzel majd így szépen hátra tapasztom az egész hajamat a fejemhez, és elég vékonyka, úgyhogy szerintem működni fog ez a dolog. Felpróbáltam, nagyon-nagyon kényelmes, hogyha nagyon-nagyon izeg mozog az ember, akkor ez is lecsúszik az embernek a fejéről, úgyhogy lehet, hogy hátul egy-egy ilyen kis tűvel, hát nem tűvel, hanem hajtűvel, vagy hullámcsattal meg lehetne fogni, akkor szerintem nem csúszna le az ember hajáról. Úgyhogy rohatéren ezeket vettem, mindjárt összeállítom a következő szekciót, és akkor azzal folytatjuk a videót.
Na, a ruhák után folytassuk egy kis dekorral, illetve ilyen háztartási dolgokkal, és akkor az utolsó az pedig legyen mondjuk az ajándékok is, a kis apróságok, amit az adventi dolgokba vettem. Először is van itt egy ilyen extra dolog, amit ajándékba kaptam a vásárlás mellé, a végén lehetett valamit választani. Nagyon random dolgok voltak, megmondom őszintén, és gondolkodtam rajta, hogy mégis mi lenne hasznos, és ezt vette. Az ott lévő dolgok közül volt tükör, meg ilyen kis táska, amiből 5000 darab vászontáskám van, ez pedig egy ilyen coin, mi az apró tartó, és egy ilyen kis virág, illetve egy ilyen kis kulcs karika van hozzá. A színe egy kicsit random, egyébként nem csúnya, úgyhogy igazából elégedett vagyok vele. Úgyhogy ingyen cuccnak, ne nézzük a fogát, nagyon-nagyon jó lesz. A következő dolog, amit pont nem láttok a fénytől, amiről már meséltem nektek, hogy nagyon-nagyon tetszik ez a rusztikus dolog. Ebből 5 darabot adtak egy csomagban, és ezek ilyen előre rozsdásított valamilyen anyag által csengetjük, úgyhogy ezeket majd azért óvatosan fogom kinyitni, és egy picit áttörölgetni, mert szóródik róluk valamilyen anyag. Hogy ez most konkrétan tényleg rozsdával van-e, hát bevonatva, hogy addig hagyták, hogy rozsda keletkezzen rajta, vagy valamilyen furcsa festékanyag, azt nem tudom, de remélhetőleg semmi olyan, ami veszélyes lenne az emberre. A következő ilyen apró köröm matricák, egyébként friss a körmöm, de nem ez a lényeg, hanem hogy arra gondoltam, hogy a karácsonyi körmöknél majd szeretnék ehhez hasonló dolgokat használni, vagyis hát nem én, hanem a körmös, és akkor ez így megtetszett, főleg a piros, illetve az ezüst színű kis formácskák belőle, semmi extra, de szerintem tök jó lesz. Következő bársony szalag, gyönyörű egyébként, mindjárt mutatom nektek, utána ledobom a földre, utána pedig órákig pakolhatok, de így néz neki, nem tudom mennyire látjátok a bársonyos hatását, egyébként elég kellemetlenül büdike, de majd kinyitva hagyom egy kicsit, és akkor hát, ha elillan, gondolom a festéknek a szaga, de amit itthon lehet venni, az sokkal különb, de amúgy nagyon-nagyon tetszett ez a vastag variáció, mert, hogy mondtam, egy ilyen hagyományosabb, ilyen régi stílusú karácsonyi dekor dolgot szeretnék összeállítani, és akkor ott szeretném használni ezt a sötét szalagot, szeretnék benne ilyen rozsdás gömböket, valami ilyen, tudjátok, vannak azok a gyertyák, ilyen tömb gyertyák, de egy picit így meg vannak öregítve, ilyen itt-ott ilyen fehéres, ilyen hamvas hatása van, és az nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy remélhetőleg fogok találni olyat jó áron, és akkor össze tudom állítani belőle az adventi díszt, amit általában nem szoktam meggyújtani, de úgy vagyok vele, hogy annyira jól mutat az asztalon, úgyhogy a céljaim között szerepel ez is. Itt van egy adventi díszhez felhasználható kis vonatocska, és ez a zöld változat. Egyébként ugyanezt lehet idehaza is venni, ez az, amiről meséltem nektek. Szerintem egyébként gyönyörűen néz ki, vagy hát amennyire gyönyörűen tud egy ilyen favonat kinézni, én elégedett vagyok vele, úgyhogy ha valakinek megtetszik, ezt még szerintem, meg még az itt lévő dolgokat be fogja tudni szerezni az idei karácsonyra, hogyha ő is szeretne belőle alkotni. A következő, ahogy mondtam, itt ilyen randomabb dolgok vannak, székek, meg butorok alá ilyen filc tekercs. Ez azt hiszem 1,5 vagy 2 méter, megmondom őszintén, már nagyon unom ezeket a kis kockákat, amiket lehet venni, mert mindig olyan random összeállítás van benne, hogy van benne 8 darab nagy kocka, és 17720 darab mini kocka, és a mini kockákból már van itthon egy vagonynyi, mert hogy semmire nem használjuk, hanem mindig ezek a szélesebb darabok kellenének a székek alá, hogy amikor húzzuk, vonjuk, akkor ne dudáljanak, mert borzasztóak, úgyhogy remélhetőleg ez jól fog működni, nem volt egy óriási nagy tétel, és igazából arra, amire kell, szerintem nagyon-nagyon szuper lesz. Vettem 2 darabot ezekből az arany-ezüst filc szettekből, vagy hát nem tudom, hogy ezek filceke, vagy minek nevezzem, azt mondja water-based low odor, tehát még nem is büdösek, tehát szuper. Ebből vettem egyet Samu mamájának is, mert hogy említettem neki, hogy rendelni fogok, mert hogy idén ugye nem tudtunk közösen elmenni bevásárolni, és mondta, hogy neki is kellene 1-2 apróság, de hogy ő nem ismeri az oldalt, és nem is boldogul el rajta, hanem amiről úgy gondolom, hogy esetleg neki is kellene, akkor abból vegyek. Úgyhogy vettem neki is ilyen arany és ezüst filcettet, mert szerintem ezzel tök jól meg lehet írni a dolgokat. Ő saját maga kért egy ilyen natur kötözőt, nem tudom, látjátok-e, vagy hogy mennyire fókuszál rá a telefon, de szerintem ez teljesen
tökéletesen megfelel neki, mondjuk 500 forintba került, vagy valami hasonló áron mozgott. Utána vannak itt ilyen apró, betűzhető bogyókák, amik nagyon jól néznek ki. Általában ezeknek a feje hungarocellel van bevonva, vagyis hát a feje hungarocell, és akkor úgy vannak ilyen fényesebb, vastagabb, lakkos festékkel bevonva, és akkor ilyen enyhe nyomásra is kis dologra nem érzékenyek, de hogyha nagyon megnyomjátok, akkor szétpattan neki egyébként a feje, tehát hogy nem teljes egészében műanyagból van, de az idehaza kapható darabok is pontosan ugyanúgy néznek ki, viszont ez sokkal jobb áron volt, és pont illik abba az elképzelésbe, hogy ilyen kis természetes hatása legyen ezekkel a betűzhető bogyókkal. Nagyon szeretem ezeket az apró kis csillagokat, amiket ide-oda rá lehet raggatni, és akkor ezekben vannak ilyen tényleg nagyon pici darabok is, illetve szerintem a legnagyobb az ilyen 1 centi vagy 1,5 centi átmérőben rendelkezik, és ez így vegyesen 100 darab, hogyha minden igaz, és igen, 100 darab, hát gondolom én nagyjából, és ez került 1,5 euróba. Idehaza a hasonló dolgokat darabszámra szokták általában árulni, csak úgy, mint mondjuk ezt a zacskónyi csillagot, és mondjuk ez a zacskónyi csillagban szintén, ha jól tudom, 100, vagy lehet, hogy ebben már csak 50 darab van. Van is rajtuk kicsike kis lyuk, tehát hogyha ajándékra szeretnétek mondjuk felkötni, vagy bármi hasonló meg lehet tenni, és nagyon gyönyörűek, általában idehaza ezek ilyen 40-50 forintos tételek, ami hogyha csak egy-kettő kell, nem olyan drága, de mondjuk ezért az egészért nem fizettem 600 forintot, úgyhogy szerintem csúcs. Legalábbis én úgy vagyok vele, hogy szeretem, használom, és akkor inkább jobb áron nagyobb mennyiséget beszerzek, és hogyha kell valakinek, így családon belül tudok bárkinek adni. Utána Samu mamájának vettem egy ilyen ünnepi matrica szettet, mert nagyon jó áron volt, nem volt egy euró, és akkor egy ilyen hosszabb tekercsen, azt hiszem 350 ilyen mini matrica van, tehát fenyőfa, meg ilyen forró kakaó, ajándék mézes kalács, és akkor ő is szereti ezeket a kis mütymörgőket. Úgy gondoltam, hogy az ajándékokat szeretné kiegészíteni, ezeket rá tudja ragasztani, és szerintem ennyi pénzért tök jó. Vettem a hajamba egy masnit, egy ilyen bársony masnit, ugye megnézzük. Hogyha láttátok a régebbi videókat, akkor mutattam nektek, hogy vettem egy köténykét, és akkor nagyon hasonló a színe, nem mint hogyha ezt egy köténykéhez kellene felvenni, de ilyen nagyobb az átmérője, és valakinél láttam egyébként, hogy neki az egész cofját átérte. Nekem mondjuk elég vastag a hajam, úgyhogy lehet, hogy csak hajguminak a tetejére tudnám rátűzni, de nem probléma. Ilyen színe lenne mondjuk a hajamba hátulra, hiába rakom, úgyse látjátok, de itt mondjuk el tudjátok képzelni, hogy ilyen sötétebb hajhoz hogyan mutat. Nekem egyébként tetszik a mérete is, kicsit ilyen nagyobb. Ide és ide próbáljuk, fantasztikus. Úgyhogy remélhetőleg az én hajamat is így valahogy, hát az egészet nem is nem tudom, ekkora így. Ha nem fogjátok, akkor hajgumi tetejére odarakjuk, amit hogyha ezt fogta volna át. Úgyhogy én elégedett vagyok, szerintem cuki. A következő, azzal nagyon elégedett vagyok, ezt nektek is ajánlom. Még nem próbáltam ki, de úgyis tudjátok, hogy működőképes az elképzelésem. Nagyon tetszettek ezek a mini süti kiszúrók. Na, ne aggódjatok, nem mézes kalácsot szeretnék ilyen extrém mini formában kiszúrni, hanem a linzereknek a közepét. És hát nem is mindegyik forma tetszik, de ami tetszik, azok nagyon jók. Mini csillag, mini szívecske, mini rénszarvas, fenyő, az angyalka, a hópehely. Ezek szerintem jók, a rénszarvas is egész jó, a mézi forma is, már majdnem minden jó, Samu megimádja a kacsát, az nagyon tetszett neki róla. Úgyhogy ezeket majd kiszurkálom így a linzer közepéből, és akkor betöltve porcukorral lehintve szerintem jól néznek ki. Ez ilyen 4-5 euróba került, tehát ilyen 2000 valamennyi forintba került ez a rengeteg kis kiszúró, és hát valószínűleg örök életre megmaradnak, nem hiszem, hogy az évente 3-4 alkalommal elővett ilyen süti kiszúrókkal bármi baj történne, annyi esetleg, hogy ha elkallódnak, akkor ugye majd valamikor pótolni kell, illetve narancshéjat is ki lehet vele szúrni, nagyon aranyos, azt is fel lehet fűzni, hát ez már csak így egy tovább gondolt dolog, de hogyha mindent elmesélnék, amilyen ötleteim vannak, akkor holnap sem lennénk vége. Vagy holnap sem lenne vége ennek a videónak, na mindegy, már kezdek kicsit későre járni, illetve már sötét van kint, én is éhes vagyok, meg mindenféle hasonló probléma. Na de a következő, ez egy ilyen szilikon forma, amiben, bocsánat, amiben lehet csokoládé formát is készíteni, gyertyaformákat is lehet készíteni, én pedig arra gondoltam, hogy ilyen marcipán-szerű színezett dolgokkal fogok a muffin tetejére készíteni, tudjátok, ez a fagyal, vagy valami hasonló karácsonyi növénynek a kinézete, és akkor rá lehet biggyeszteni, szerintem jól mutatna a muffinok tetején, úgy is fogjátok látni a csatornán, következő vonat, szekció szintén az ilyen gyertyás díszbe be lehet rakni, mondtam nektek, hogyha minden igaz és sikerül, akkor több ilyen dekoros videót is szeretném
szerettem volna nektek rögzíteni, remélhetőleg azért valamit majd sikerül, és akkor azokban a videókban szerettem volna ezt is használni, ha nem is a saját karácsonyi elképzelésünkbe illik és való, úgy gondolom, hogy valakinek még igazán tetszhet ez a koncepció, és sokkal jobb áron volt, ahogy mondtam, mint idehaza. Samu mamájának egy hópelyhes, nagyon-nagyon aranyos, zöld, ilyen szatén szallag, vagy ez a... nem is tudom milyen szallag, de ilyen jó anyagból van egyébként. Én vettem még a másik zöld bársony szalagból egy vékonyabbat, mert hogy gondoltam, hogyha készítek valami mást, akkor ha kisebb a dolog, akkor nem feltétlenül illik hozzá. Tudjátok, ez a nagyon vastag változat. Ez szerintem másfél, vagy 1,8, hát kettő biztos nincs. Így néz ki, gyönyörű, sötét árnyalata van, imádom. Semmi extra, de tök jól fog szerintem kinézni. Samu mamáért szereti ezeket a gyöngybigyurkákat, mert hogy szokott vele ilyen különböző poharakat, tudjátok, ilyen talpas poharakat díszíteni, meg minden ilyesmi, és mondta, hogyha látok jó áron ilyen bigyurkákat, bogyókákat, akkor vegyek már neki, ez pedig ilyen rengeteg szín, azt hiszem 350, vagy mennyi van rajta, nem írja, de a lényeg, hogy sok, úgyhogy ha gondoljátok is, valaha kerestetek bigyurkákat, akkor itt meg fogjátok találni. Még egy dekor dolog, apró rozsdás csillagok, ezt még én sem bontottam ki, mert úgy láttam, hogy elég hegyes a széle, ennek ellenére mindjárt kihalászom, remélem nem szúrom magamat újon, és halok ki vérmérgezésben, vagy bármihez hasonlóban. Hát nem gondoltam, hogy ezek ennyire hegyesek, és ennyire kis veszélyesek. Nem tudom. Annyira nem fog, de kicsit tényleg ilyen rozsdás hatásuk van. Így néz ki, oh, szökik, veszélyes, visszarakjuk. De hogyha felkötjük, akkor utána szerintem nagyon aranyos, és azt hiszem 10 darab van benne, de lehet, hogy én ezt egy ilyen gyengédebb reszelővel átreszelem a kis csücskeit, hát ha kevésbé fognak szúrni, ezt nem feltétlenül ajánlom, ez veszélyes, én úgy érzem. Utána, mert így az ünnepi csomagoláshoz, ezt lerakom egyenlőre, az ünnepi csomagoláshoz vettem ezeket a papírból összehajtogatható házakat, többféle minta és szín van benne, mindjárt megmutatom nektek, egy kicsit hangos, ne aggódjatok. Az volt az érdekesség ebben a szedben, ilyen 5 vagy 6 euróba került, hogy volt hozzá külön még ragasztó is, amivel a kis extra kéményeket fel tudjátok ugye helyezni magára a házak tetejére, hogyha nektek az egyébként tetszik. Van benne szám is, illetve ugye van benne kötöző is. Ez egy embernek konkrétan kiadja ugye az adventi kis kalendáriumához szükséges mennyiségeket, viszont én nem akartam csak egy embernek úgymond 25 ilyet készíteni, mert hogy nem fér bele minden ajándékom, hanem vannak kisebbek, nagyobbak, mindenfélék, úgyhogy majd az lesz, hogy vegyesen kap mindenki valamennyit belőle, és a nagyobb ajándékokat pedig a már régebben mutatott csomagolópapírba fogom becsomagolni. Megmondom őszintén, annyira nem tudom, hogy milyen minták vannak, mert már nem is tudom, hanyadikat látom, de majd úgy összeválogatom, hogy hasonló stílusuk, az nagyon szép, hasonló stílusuk legyen, a többit már nem szedegetem ki, ahogy mondtam, még egy zsineg is van benne, viszont egyet már összehajtogattam, azt már is megmutatom nektek, hihetetlen egyszerű, és itt egyszerűen bepattan ez a kis extra fülecske, mondom egyszerűen. Várunk egy picit, mert most nem annyira jól megy, de sikerülni fog, ne féljetek. Sikerült, és így néz ki. Hát szerintem ez írtó cuki. Van a tetején egy lyukacska, át tudjátok ugye főzni, és hogyha ilyen fellúgatva van, akkor is jól mutat, hogy ugye ebbe tényleg ilyen kisebb dolgokat lehet belerakni. Szerintem nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon aranyos, és mivel nincs összeragasztva, vagyis hát én biztosan nem fogok ráragasztani semmit, sem kéményt, mert nekem így tetszik, mondjuk itt van a kis hely, ahol bele lehet aztán illeszteni, így szét lehet szedni, és lapjára fektetve jövőre is fel lehet használni, mert hogy én lehet, hogy visszakérem anyáiktól, mert minek nekik ez a kis házacska. Amikor össze vannak hajtva, szerintem már mint így össze vannak állítva, akkor dekornak is jól mutatnak, hogyha néhányat esetleg színben harmonizálva, amikor éppen megkapják az adventit, le van rakva ugye az ünnepi szezonban, az szerintem jól mutat, legalábbis nekem tetszene, utána pedig ugye az ember elrakná amúgy is őket. Utána van itt egy olyan kis érdekesség, amit már így a karácsonyi fotózásra gondoltam, hogyha készítenénk néhány vicces képet, ilyen feliratok, meg mindenféle ilyen ünnepi dolgok vannak benne, amiket egy ilyen kis hurka pálcára lehet ugye rögzíteni, és akkor így a fotó elé tartva
lehet őket használni, hogyha sikerül egyet legalább kivennem, mondjuk ezt a szuper ünnepi sapkát, értitek? És akkor hozzá lehet így rögzíteni, és akkor így készíteni néhány fotót, és nem tudom, 10-20 ennyi-mennyi dolog van benne, és akkor így a pálcikával így össze tudjátok állítani. És mivel mi fogunk tartani egyébként majd egy ilyen közös előkarácsonyt Samu anyukájáékkal, így mi már azon ki fogjuk próbálni ezeket a nagyon-nagyon szuper karácsonyi vicces formációkat, és ehhez is járt ilyen ragasztó pöttyöcske, vagy nem tudom mennyire látjátok, amivel majd oda lehet ezeket a formákat rögzíteni. Úgyhogy ez azt hiszem 3 euróba került, ennyiért itthon sem tudnám őket kinyomtatni. Hogyha vigyáz rá az ember és nem hajligatja szét, akkor jövőre is ugyanúgy fel tudja használni, mert semmi baja nem lesz, hogyha egyáltalán szeretne ilyesmit csinálni, de szerintem gyerekekkel meg így családdal ez egy egészen jó pofa dolog. Ilyen ünnepibbek lehetnek tőle a képek, nekem ez volt az elképzelésemben. És a két utolsó dolog, mert hogy egész jó áron találtam az oldalon, az ilyen virágkötéshez használatos drót, mert hogy akarok ilyen fenyőből készült, nagyobb átmérőjű koszorút, vagy hát nem is tudom, kopogtatót készíteni, és akkor a kerethez majd egy ilyen dróttal szeretném odafogatni a fenyő ágakat és kisebb szekciókat, viszont nem tudom, hogy mennyire hajlítható, mert ha nagyon merev, akkor nem biztos, hogy ez lesz a legjobb. Vettem én pár évvel ezelőtt, de az meg annyira, hát szuper, hú, ez szuper, nagyon jó drót. Vettem olyat, ami annyira vékony, hogyha nagyon meghúzzátok, akkor elszakad. Használtam egy évben Damilt, hát az is borzasztó volt, nem tudta odaszorítani a fenyőágakat, és egy kicsit így szétcsúszott, mire már én ki tudtam akasztani, de ez hihetetlenül jó, pont ilyenre vágytam. Ez itthon, mert szoktam virágkötészeti boltokban járni, hatalmas kiszerelésben, úgy hirtelen soknak tűnik, mert hogy ugye nagyon nagy mennyiségben hatalmas feltekert dologban árulják, vagy pedig ugye ilyen, nem tudom, ilyen hosszú, olyan 50-60 centi, és akkor ilyen benne van egy ilyen zacsival, az is 3-4 ezer forintba kerül, és az úgy hirtelen nagyon soknak tűnik, mert ugye nagyon sokáig elegendő. De amiket én vettem pár éve, az is ilyen 1000 valamennyi forintba került, és vettem 2. Szóval az igazság, hogy elég sok volt az úgy nekem, és annyira nem is voltam vele elégedett, mert úgy jött le róla a bevonat, viszont ez így egész jónak tűnik, és itt azt hiszem darabja 400 vagy 500 forintba került. Azt megmondom, hogy én nem tudom, hogy hány méter van rajta, de amikor megnézegettem, akkor nem tűnt olyan nagyon kevésnek. És hogyha minden igaz, akkor ebből a következő szekcióval is mindent kipakoltam. Megmutattam nektek, hogy miket válogattam össze dekor, illetve random kategóriába. Közben itt mellettem próbálnak életre kelni, és egymásról lecsúszni, és hogyha minden igaz, akkor rátérhetünk az utolsó szakaszra, amiben megmutatom nektek az adventi naptárba való apróságokat, és az ilyen ajándéknak szánt kis mütymörgőket, úgyhogy mindjárt egy picit csinálok itt magam mellett helyet, és akkor rátérhetünk ezekre az utolsó kis apróságokra. Na, az első dolog, amit megmutatok nektek, azt egyébként így kaptam Samutól, mert nagyon megtetszett. Láttam több bejegyzést róluk, és hogy nagyon elégedettek voltak az emberek. Meg is mutatom nektek, de meg is mutatom, hogy hogy néz ki. Ez egy ilyen asztali lámpa, fémből van, és többféle árnyalata van, tehát színhőmérséklete, és lehet a fényt így állítani, hogy milyen erősségű legyen. Ugye itt a szobában azért túl sok fény nincs, főleg, hogyha esetleg így esténként szeretnék ott az asztalnál készíteni mindenféle mutyorgót, meg ilyen kis alkotásokat, vagy szeretnék rajzolni, festeni, scrapbookozni, naplózni, bármit, ott ebben a sötétségben, főleg, hogy mögöttem van a lámpa, én pedig oda vetítek ugye egy árnyékot, konkrétan nem lehet, megfájdul a fejem és a szemem. És nézegettem idehoz, hogy milyen lámpák vannak, és a hasonló típusú, tehát tudjátok, hogy így ilyen vékony, így fölé megy az asztalnak, fel lehet ugye tekerni, azok nagyjából ilyen 20 ezer forintnál kezdődtek. Hát úgy voltam vele, hogy így első próbára nem vagyok benne biztos, hogy szeretnék egy ekkor összeget kiadni érte, és akkor találtam egy ilyen 20 eurós darabot. Na már mire én leadtam ezt a rendelést, ebből a 20 eurósból már nem volt az oldalon, azért nagyon szép fehér volt. Azt tetszett volna igazából. És utána addig utakodtam, hogy ez is úgy megszólalásig hasonlított arra a darabra, viszont ez fel kellett áll, de olcsóbb 17 euró. Hát mondom akkor, mivel hogy ez USB-ről működtethető, és nekem van ilyen külső kis aksim,
amivel szoktam utazás során a telefont tölteni, mert minden ehhez hasonlott, akkor úgy voltam vele, hogy ez azért mégis biztonságosabb kis szerkentyűle, mint hogyha az ajzatba kellene bedugni olyasmiket, én ilyen helyen nem szoktam venni, és ezzel úgy voltam, hogyha nem működik, akkor így jártam, hogyha pedig működik, akkor azokon a pillanatokon, amikor én szeretnék itt az asztalnál alkotni, akkor ez fantasztikus lesz nekem, remélhetőleg megállít a többinek a tetején. És akkor nem egy óriási nagy szerelést igényel ez a termék, de a lényeg, hogy ez megy így az asztalunk fölé. Tényleg fémből van, de azért nem a legvastagabb anyag. Viszont a fő lényeg, hogy működik és világít. Mindjárt bekapcsolom, megmutatom nektek. Itt van a kis külső mutyorkám. Van rajta egy ilyen kis kapcsoló rész, majd mindjárt bekapcsolom, nem tudom, megvakulunk-e. Mi történik? Hoppá, majdnem becsaptalak benneteket, ne féljetek. Wow, majdnem megvakultunk, igen. Semmi probléma, mindjárt váltunk itt színhatást. Ezzel nem váltottunk. Ez kicsit jobb, ugye? És akkor lehet így ledimmelni egy kicsit, hogy csak éppen, hogy egy kevés. Vagy pedig a másikkal. Brutális fények, nem hozom közelebb, mert lehet, hogy kiég az egész felvétel, de na, nézzétek, majd még segít is a videónkon egy kicsit, vagy nem tudom hová, majd nem. Na, a lényeg, hogy működik, és majd utána oda szerelem az asztalhoz, és megmutatom nektek, hát szerintem nagyon-nagyon szuper, és hogyha nem erre a hideg árnyalatra van rakva, hanem, hát, vagy ő a nem hideg, akkor ő a nem hideg állnak, akkor szerintem tök jó, nem olyan zavaró, és egy kis ledes, úgyhogy tökre tetszik. Nem is melegít, ugye, a ledes fény, nem ad le ilyen extra hőt, vagy olyat, ami zavarna. Ugye szerintem ez nagyon-nagyon szuper, van rajta egy ilyen kis védőfólia, de utána levesszük, úgyhogy tizen valamennyi euróért szerintem nagyon-nagyon szuper, én nagyon elégedett vagyok vele. Úgyhogy ennyit akartam ilyen kütyűfronton megmutatni, ez az én kis ajándékom, és akkor rátérhetünk az utolsó szakaszra, amiben is ilyen adventi apróságok, illetve más kis ajándékok vannak. Végig szaladok rajtuk, megmondom, hogy miért vettem, vagy hogy mi volt a célom vele, kinek vettem, és akkor így hát találtok valami kis inspirációt. Itt van egy ilyen kis telefontok, egy ilyen cicás változat, ezt a hugomnak vettem, majd arra gondoltam, hogy ne csak ilyen karácsonyi ünnepi darabot vegyek, mert hogy utána azt nem olyan sokáig lehet használni. Viszont rögtön így a hónap elején majd belerakok neki egy ilyen kis kalácsos, meg fenyőfás darabot. Azt hiszem, ilyen bézses színű nem volt még neki, és azért tetszik ez nekem, illetve szerintem neki is tetszeni fog, hogy hullámos a telefontok, és ezeknek mindig olyan jó a fogása, úgyhogy szerintem ezzel elégedett lesz. Úgyhogy ezek ilyen egy-egy napot tesznek ki, és akkor rakok majd melléjük egy kis szaloncukrot, vagy rakok melléjük egy kis más édességet, amit úgy gondolok, vagy valami kis finomságot. Aztán van egy következő dolog, ami szerintem nagyon-nagyon szép, és ez is inkább karácsonyi, úgyhogy majd a napok elejére szeretném rakni. Ez egy ilyen telefontartó kis hát alkalmatosság, amit a telefonon lévő lyukba bele lehet fűzni, és akkor a csuklótokon át tudjátok rakni. Én magam is tudok ilyet készíteni, viszont a benne lévő ilyen porcelán vagy üveggyöngy az nagyon-nagyon tetszett, egy ilyen mézes kalács van rajta, majd megmutatom közelebbről. És úgy voltam vele, hogy mivel nem találtam meg külön ezt a gyöngyöt, akkor megveszem ezt. Tehát ez 3 euróba került, ami így sínen hasonló kis motyó szempontjából egy picit magasabb ár, viszont úgy voltam vele, hogy szerintem ezt ő is imádni fogja, és nagyon-nagyon cuki, úgyhogy majd az egyik nap benne lesz mondjuk ez, utána benne lesz a telefontartó, és akkor össze fogja tudni magának szerelni. Utána majd arra gondoltam, hogy karácsonykor, vagy hát nem karácsonykor, hanem Mikuláskor raknék bele valamelyiket ebből a kis mini Lego setből, csak közben a kosár is csúszik a kezemből. Hát, vagy ilyen utángyártott, tényleg nagyon-nagyon mini Lego. Itt az oldalán mindegyiket lehet látni. Ez egyikben egy manó, hóember, vagy pedig fenyőfa van benne. És itt vannak a további opciók, amiket esetlegesen lehetett választani. Arra figyeljetek, hogy ez egy irdatlan picik, és az elkészült dolog is nagyon kicsi, úgyhogy ez gyerekeknek, illetve a rajta lévő információ alapján is 14 éven aluliaknak nem kifejezetten ajánlott, mert hogy elájulnának tőle. Egyrészt valószínűleg össze sem tudnák rakni, tehát azért ilyen 10 éves gyerekek már összetudnák, de hogy nagyon kis gyerekek nem hiszem, hogy kifejezetten élveznék, maximum akik tényleg ilyen Lego őrültek. Úgyhogy úgy gondolom, ilyen felnőtt embereknek, egyet Samonak, egyet Kornélnak, egyet pedig a hugomnak vettem, és remélhetőleg
tetszeni fog nekik. Mikulásra fog belekerülni majd így a kis virtuális ajándék dobozkájukba, mert a többieknek nincs ajándék dobozkájuk, de a húgoméknak van. És úgy voltam vele, hogy anya meg apa ilyesminek nem kifejezetten örülne, és nem is hiszem, hogy kifejezetten látnák ezeket összerakosgatni, de Ivetnek biztosan tetszeni fog. És még ez is megtetszett nekem. Szereti az ilyen dekoros dolgokat, és úgy voltam vele, hogy ez egy olyasmi, amivel ugye kicsit el tudna szórakozni, és ez egy ilyen fekete cica, és ilyen pozícióban, vagy pedig ilyen álló pozícióban is össze lehet rakni a cicuskát, és ez egy ilyen fekete változat, azért vettem a fekete cicát a többi helyet, hogy egyik cicájára se hasonlítson otthon, mert akkor az olyan kicsit szomorú lett volna, hogy mondjuk az egyik úgy néz ki, mint kicsit a bocika, vagy nem tudom, a többiek, úgyhogy mondjuk a rózsaszint is lehetett volna venni, de egyértelműen neki ez a fekete jól fogott illeni, és egyébként megmutatom ebből, mert ez könnyű kinyitni, hogy milyen apró a benne lévő Lego, de azt hiszem ez egy kicsivel nagyobb, vagy nem is tudom, hogy szabad-e Legónak hívni, vagy csak kockának. Nézzétek, ilyen nagyon kicsik. Tehát, hogy ezen jobban látjátok. Így néznek ki a különböző alkatrészek. Ezek szerintem pót cuccok, és egyébként azért mertem megvenni, mert elég sokan szoktak ilyesmit venni, és nagyon szép szokott lenni, amit összeraknak belőle, és elégedettek szoktak lenni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha szépen és van hozzá kedve, és össze fogja rakni, akkor elégedett lesz vele ő is, illetve a többiek is. Vettem neki még egy ilyen díszpárnát, és hát húzatot, amin ajándékok, illetve ilyen égősor van rajta, amik ilyen dimenzionáltak, tehát hogy úgy vannak bele kímezve, gondolom géppel, hát egyértelműen, és ez nagyon-nagyon aranyos, szerintem illeni fog a régebben tőlem kapott karácsonyi párnáihoz, és jó pofa lesz úgy egyben, és hogyha minden igaz, akkor már csak néhány kis apróság van itt a húgomnak, mert hogy sikerült mindent megmutatnom, még találtam egy-két dolgot, és akkor rátérhetünk anyának és az apának a kicsi mütymörgőire. A húgomnak még így a telefontokhoz, tudjátok, ahhoz, amelyik a fekete cica volt, gondoltam, hogy egy ilyen popszoketet is választanék, ez nagyon-nagyon jól néz ki, és hogyha minden igaz, ez egy olyan popszoket, hogy le lehet róla venni, és hogyha esetlegesen az embernek több fajtája van, akkor egy másikat a helyére lehet rakni, tehát hogy nem ragad oda örökre, hanem oda ragad egy valami, aminek a tetejére többféle különbözőt rá lehet pakolni. Amit még a húgomnak vettem, illetve magamnak is vettem belőle néhány darabot, csak még nem tudom, hogy melyik színt adjam neki, azok ilyen mini képkeretek. Van itt kék színű, illetve fekete. Mindjárt kinyitok egyet, gondolom úgyse bánja. Ezekbe lehet rakni mindenféle képet, fotokádot is egyébként bele lehet rakni. Egyébként ez nekik ki kellene szépen hajlania, igen. És akkor így megáll a polcon. Hogyha nem töröm le, remélhetőleg nem töröm le, így kihajlik neki ez a hátsó része, és akkor ide egyszerűen bele lehet csúsztatni magát a képet, de arra gondoltam, hogy nyomtatnék valami jó pofa, vicces, közös képet, és akkor előre beleraknám őket, aztán majd kicseréli, hogyha nem akarja. Rajta van a méret, hogy 54x86 millis képet kellene belerakni, és szerintem ez aranyos, ilyen kis extra jó pofa dolog. Aztán, hogy most a kéket rakom oda, vagy a feketét, nem tudom. Szokott neki lenni ilyen kékes árnyalatú dekor dísze, szerintem az jól illik, de a fekete pedig mindenhez illik, úgyhogy majd még kigondolom, hogy esetlegesen melyik lenne neki a befutó. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor a húgomnak a kis apróságait megmutattam. Következzen az anyának begyűjtött kis mutymorgók. Először is van itt a horgoláshoz, meg azt hiszem, talán lehet kötéshez is lehet használni, egy ilyen gyűrű, ami a fonal elvezetésére szolgál, hogy ne az újat kezdje ki. Erről rakok majd ide egy képet, vagy egy közelebbi felvételt, hát nem akar rá kifejezetten fókuszálni. Én már kinyitottam, nagyon-nagyon jól néz ki, egy ezüst színű cica, és akkor a kis fejrészébe pont úgy beleakad a fonál, hogy szépen lehessen vezetni a kézben. Amit még anyának választottam, ilyen alkotós, tevékenységes témakörben, az nem más, mint ez a medgyes ilyen hát eszköztartó, de azt írja rajta, hogy utazós tasak, de a képeken kifejezetten ilyen horgoláshoz, meg ilyen kraftolós dolgokat tároltak benne, úgyhogy szerintem erre a célra neki is tökéletesen megfelel, és majd úgy akarom összeválogatni, hogy több minden hasonló témában kerüljön bele. Például vettem neki egy ilyen darus ollót, nekem is van egy hasonló darus ollóm, és nagyon-nagyon jónak tűnik,
majd kibontom és megellenőrzöm, hogy tényleg van-e olyan jó, mint az enyém, de súlyra is és árban is pozitív volt egyébként így számomra, tehát nem volt túl olcsó, úgyhogy remélhetőleg jól fog működni, és akkor ott így kis cernákat, meg hasonló dolgokat könnyedén el tud vele csippenteni, és hasonló célra vettem ezt a kis, hát szintén ilyen cerna elcsippentőt, de hogy mi lehet a pontos neve, nem tudom. Egy ilyen kis érdekes penge olló van benne, amit szintén hasonló ilyen kraftolós célokra szoktak is lehet használni. És ha minden igaz, akkor anyának innen ezeket találtam, mert több mindent itt idehaza. Hát így Magyarországon fogok neki beszerezni. Úgy senkinek nem kifejezetten akartam így a Shein-ről begyűjteni az ajándékokat, hanem olyasmiket, amiket csak onnan tudok berendelni, például ezek a kis mini legók, telefontok, ezeket alapvetően is ott szoktam magamnak is megvenni, mert ugyanezeket árulják idehaza is, tehát hogy így esetleg a... nem is tudom, vannak ilyen telefontokra készülő dekorok, díszek, akkor ők berendelik a mindenféle tokokat, és akkor nyomtatnak neked rá. De hát úgy vagyok vele, hogy tökéletesen megfelel nekem a Shein-en lenyomtatott tokok is, úgyhogy mutatom is nektek, hogy még mit találtam itt, még mielőtt megmutatom apának az apróságait. A múltkor mutatott videóban mutattam nektek, hogy vettem ilyen fülbevalót, amit kitűzőnek akarnék használni, vagyis hát adni, és ez egy olyan dolog, amit rá lehet rakni az ilyen kitűzőknek a szögére, vagy hát tűjére, és akkor nem szúr meg a másik oldalon. Hát ez csak ilyen hatalmas nagy 50 kiszereléses csomagban árulták, de hát nekem elég lett volna 2-3 darab. Na mindegy, úgyhogy ha valakinek kell esetleg kitűző hátulja, akkor nálam lehet találni, és nagyon szívesen adok belőle, mert hogy gondoltam, hogy azok a fülbevalók kis pingvinesek nagyon jól néznek ki táskán, vagy esetleg így Jackie-nek a szélén, mert aranyosak, így mozog az alsó részük, majd másik videóban azt egyébként meg tudjátok nézni, és akkor mutatom is, hogy apának milyen kis apróságot vettem. Ugye az említett lámpa, remélem, hogy senkit nem zavartam meg a finnyel, és ez neki nagyon-nagyon tetszett, ilyen tölthető, kis gumis átfogója van. Általában azért nem szokott éjszaka megindulni bringázni, de ugye hát a rendőr is büntet, hogyha nincs világítás a kerékpáron, úgyhogy jobb, hogyha van. Vettem neki ilyen hármas fekete filctól dolgot, mert hogy néha szokott ezekkel különböző dolgokat feljegyzetelni, vagy bejelölni. Úgy gondoltam, hogy ez hasznos, hogyha éppenséggel így megfeledkezne róla. Amit még vettem neki, az a bringához egy ilyen gumipók-szerűség, tudjátok, amivel csomagot lehet majd a kerékpár hátsó részéhez rögzíteni, hogy nehogy kiessen a kosárból, vagy hasonló. És van neki egyébként ilyen az a hagyományos fémből lévő kampós ilyen egyszerű dolog, de úgy gondoltam, hogy ez szerintem bedobja a táskájába, hogyha éppen szüksége van rá, akkor tök jó. És találtam még egy ilyen kesztyűt, ilyen 2000 forintba került, nem tudom, hogy mennyire fog működni, mert egy kicsit vékonynak ítéltem meg, illetve egy kicsit talán kicsinek, már XL-es darab, de tesóm is felpróbálta, illetve én is, de nem vagyok benne biztos, hogy mennyire lesz ez neki ideális a kezére, remélhetőleg igen. Azt hittem, hogy mínusz 8 fokig, vagy valami nagyon nagy hőfokot írt, hogy addig hát biztosítja a meleget, itt pedig azt írja rajta, hogy hát levegőálló, vagy szélálló, tehát hogy így nem fújva a szél. De egyébként nem tűnik rossznak, ilyen kis tapadós része is van neki, kicsit ilyen munkás kesztyű hangulata van, illetve ezek a kis piros kiegészítések, mert mondom őszintén, egyáltalán nem tetszenek rajta, de nem találtam olyat, amin nem lettek volna rajta ezek a dolgok. Valaki kommentben írta, hogy neki tetszett is, hogy jól működik, úgyhogy remélhetőleg neki is tetszeni fog, és ha minden igaz, akkor ami telefonnyomkodós ez a része, de nem hiszem, hogy kifejezetten szeretne ebben a kesztyűben telefon nyomkodni, úgyhogy még erre gondoltam, hogy ez így hasznos lenne. Neki még, ugye mondtam, hogy ilyen különböző kis cukormentes édességeket szeretnék, különböző teafélléket, azokat nagyon-nagyon szereti, és még szeretnék téli zoknit, meg ilyen kis apróságokat begyűjteni, úgyhogy ha majd nagyjából ilyen 90%-osan meg vagyok mindenkinek ugye az adventi ajándékaival, akkor már csak így egy utolsó résszel fogok nektek jelentkezni, remélhetőleg egy héten belül, és akkor összeállítom az egészet, és akkor ott meg fogom tudni nektek mutatni. Maradt még itt a dobozban két dolog, hogyha minden igaz, akkor már tényleg csak ez a két dolog, és le is rakom a kosarat a kezemből, mert meguntam a fogását. Ez a két dolog egy ajándékhoz fog tartozni, majd később, néhány hét múlva érkezni is fog ezzel kapcsolatban egy videó. Úgy gondolom, hogy az az illető, aki kapni fogja ezt a dolgot, nem biztos, hogy nézi ezt a videót, de megmutatom nektek, hogy ez micsoda. Úgyhogy látni fogjátok. Egy készülékhez
vettünk egy telefontokot, illetve hozzá kijelző, védő ilyen üveg fóliát, és majd akkor ezt is szépen rá fogjuk arra a bizonyos készülékre szerelni, aki ezt a dolgot fogja majd tőlünk kapni. Úgyhogy majd egy külön tartalomban látni fogjátok, hogy ki kapta tőlünk, és miért kapta tőlünk, mert szerintem örülni fog neki nagyon. Úgyhogy azt hiszem, mindent sikerült levideóznom, és megmutatnom nektek ebben a giga, mega, hatalmas, ünnepi, készülődős, karácsonyi fin videóban. Remélem, hogy találtatok benne bármi érdekeset, hasznosat, jó, kellemes időt töltöttetek velem itt ebben a kellemes esti, félig sötét szobában, mert hogy itt ezzel a fénnyel, megmondom őszintén, nem vagyok kimagaslóan elégedett, de ennyit tudtam nektek jelenleg most nyújtani, úgyhogy ez a videó időben felkerüljön nektek, és meg tudjátok nézni. Úgyhogy szerintem én ezt le is zárom. Hogyha bármi kérdés, észrevétel, vagy bármi hasonló lenne, nyugodtan komment szekcióba tudjátok nekem jelezni, én pedig igyekszem rájuk válaszolni, és majd a leírásba remélhetőleg minden linket be fogok tudni nektek tenni, hogyha esetleg valami nem elérhető, akkor megpróbálok valami alternatívát keresni a helyébe, hogy azért, hogyha valakinek tényleg valami nagyon kellene, akkor tudjon valamit találni, úgyhogy ennyit rólam, ennyit az apróságokról, ennyit a karácsonyi készülődésekről, remélem tényleg jót szórakoztatok itt velem, úgyhogy én megyek is, tudjátok, hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!